Szeretettel köszöntöm az Egyetem TV Választár című műsorának nézőit. Én Törökné Csutora Mónika vagyok, a Bárci Gusztáv Egymi utazó gyógypedagógiai hálózatában dolgozom gyógypedagógusként, szomatopedagógia szakirányon. Kaptam 10 kérdést, amire most megpróbálok legjobb tudásom szerint válaszolni. Kezdjünk is hozzá! Első kérdés. Hogyan lehet valaki szomatopedagógus? Mi a munkaköre annak a személynek, aki elvégzi ezt a szakmát? Szomatopedagógus úgy lehet valaki, hogyha jelentkezik az ELTE Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai karára. Ott választható egyetlen főiskolán ez a szakirány Magyarországon, máshol nem lehet tanulni. Mi a munkaköre annak a személynek, aki elvégzi ezt a szakmát? Mozgáskorlátozott gyermekekkel foglalkozunk, egy komplex gyógypedagógiai tevékenységen keresztül. Második kérdés. Mikor találkozhat egy tipikusan fejlődő gyermek szomatopedagógussal? Az az igazság, hogy nem nagyon szoktunk tipikusan fejlődő gyermekkel találkozni. Hozzánk eleve olyan gyerekek kerülnek, akik mozgáskorlátozottak. Egyetlen egy esetben fordulhat elő, hogyha egy gyermeknek valami olyan rejtett betegsége van, amely később számára mozgáskorlátozottságot okozhat. Ilyen lehet például egy progresszív izomsorvadással járó betegség, ahol a tünetek később jelennek meg a gyermeknél, tehát ő úgy fejlődik, ahogy kell, aztán hirtelen megjelennek a tünetek. Harmadik kérdés. Egy tipikusan fejlődő kisgyermek esetében melyek azok a tünetek, amelyekkel érdemes felkeresni egy szomatopedagógust? Ha egy szülő azt látja, hogy az eddig jól mozgó, illetve mozgásában jól fejlődő gyermek hirtelen például sokat elesik, vagy ügyetlen, vagy nem tud felállni, kapaszkodva áll fel. Ezek olyan jelzőtünetek lehetnek, amivel érdemes felkeresni egy szomatopedagógus, de leginkább először orvosi segítséget kell kérni, és akkor ő fogja odairányítani a szakemberhez a gyermeket. Negyedik kérdés. Vannak-e olyan speciális eszközök, amelyek ehhez a szakhoz tartoznak? Melyek ezek? Hát minden olyan speciális eszköz, amely egy mozgáskorlátozott gyermeknek kellhet, de ez nem kifejezetten a mi szakunkhoz tartozik, ugye ezeket gyógyászati segédeszköz összefoglaló néven hívjuk, ezeket minden esetben szakorvos írja fel az adott mozgáskorlátozott gyermeknek, de természetesen a mi szakmánkhoz hozzátartozik az, hogy ezeket az eszközöket kezelni tudjuk. Ilyen lehet például egy lábsín, egy kézsín, egy korzett, egy kerekesszék akár, ilyen dolgokra kell gondolni. Ötödik kérdés. Milyen mozgásformákat vagy gyakorlatokat tudnak akár a szülők is otthon gyakorolni a gyermekükkel? Hát ez egy nagyon vékony jég. Nagyon ritkán szoktuk azt javasolni a szülőknek, hogy otthon tornázzanak a gyerekkel, mert a szülő nem terapeuta, de adott esetben néhány gyakorlatot persze meg lehet mutatni a szülőnek, például hogyan tudja kinyújtani a gyermek könyökét, csuklóját, ezeket lehet otthon gyakorolni, esetleg néhány kéztámaszos gyakorlat, hogyha a gyermeknek arra van szüksége, de nagyobb gyakorlatsorokat, nagyobb torna gyakorlatokat nem nagyon szoktunk betanítani a szülőknek. Hatodik kérdés. Hogyan juthat szomatopedagógiai ellátáshoz az a gyermek, aki erre rászorul? Hát kétféle módon juthat hozzá a gyermek. Ha az adott szomatopedagógus a közoktatás rendszerében dolgozik, akkor egy gyermek úgy juthat hozzá a szomatopedagógiai ellátáshoz,
hogyha azt a fővárosi mozgásvizsgáló szakértői bizottság neki kirendeli, javasolja, előír mondjuk heti 2 vagy 3 óra mozgásfejlesztést, és megnevezi a szakember szükségletet, adott esetben mondjuk a szomatopedagógust. Így nekem, mint utazó gyógypedagógusnak, aki a közoktatásban dolgozom, kötelességem ellátni azt a gyermeket, ha integráltan tanul, illetve olyan intézményben, amelynek az alapító okiratában benne van, hogy ő elláthatja ezt a mozgáskorlátozott gyermeket. Ebben az esetben meghatározott óraszámban természetesen fejlesztjük a gyermeket. 7. kérdés. Mi a célja egy szomatopedagógusnak, ha egy fogyatékos gyermek érkezik hozzá? Hát ugye több célunk van. Ez egy nagyon, nagyon sokrétű munka. Nem csak száraz gyógytornából áll a szomatopedagógiai munka, hanem nagyon-nagyon sok kis apró szegmense van. Onnantól kezdve, hogy tartást korrigálunk, hogy gyógytorna gyakorlatokat csinálunk a gyerekkel, egészen odáig, hogy ergoterápiát alkalmazunk nála. Itt arra kell gondolni, hogy hogyan tudja mondjuk a kiesett kézfunkciót pótolni, hogyan tud mondjuk megfogni egy kanalat, hogyan tud bekötni egy cipőfűzőt, hogyan tudja egyetlen felhúzni a cipőjét, becipzározni a kardigányát, egészen odáig, hogy akár a szocializációjában is segítjük, együtt dolgozunk a gyermek körül még jelenlévő pedagógusokkal, szülőkkel. 8. kérdés. Van-e olyan sikertörténet az életében, amit szívesen megosztana? Hát olyan nagyon nagy sikertörténetek, én inkább azt szoktam mondani, hogy inkább sok kicsi sikertörténet, sok-sok apró siker, aminek mind-mind örülünk, de talán most egyet ki tudnék emelni. 3 éve kezdtük el tanulni az egyik tanítványommal bekötni a cipőt. A 3 évet azt úgy kell elképzelni, hogy ebben a Covid is benne volt. Nagyon nyögvenyelősen ment, nagyon nehezen ment, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk. És egyszer csak pont, amikor már nem vártam volna, sikerült bekötnie a cipőfűzőjét, ráérzett a dologra, és azóta is megy neki, és ennek nagyon örülök, ez egy kicsit az én sikerem is. 9. kérdés. Mit szoktak javasolni, ha egy terápia már nem hozza el a megfelelő fejlődést? Hát további terápiákat, ugye rengetegféle mozgásterápia van, és rengetegféle mozgásfejlesztő szakember. Hát ilyenkor azt szoktam javasolni a szülőnek, hogy mondjuk amellett a fejlesztés mellett, amit tőlem, mint szomatopedagógustól megkap, természetesen lehet paralel más terápiákat is folytatni, akár egy gyógytornászhoz elvinni, akinek van egy olyan sérülésspecifikus terápia, végzettsége, amely az adott gyermeknek jó lehet. Nem tudom, rengetegféle ilyen terápia van, hogyha a teljesség igénye nélkül fasciaterápia, dornterápia, pfefferoterápia, tehát rengeteg számos terápia van. Ugye az se jó, hogyha túl sok helyre jár a gyermek, de természetesen meg lehet segíteni még plusz dolgokkal. 10. kérdés. Mit veszíthet az a gyermek, aki nem jár szomatopedagógushoz? Vannak-e egyéb területek, amelyek sérülhetnek a mozgás fejlesztésének elmaradásával? Hát az a gyermek, akinek javasolják a szomatopedagógiai fejlesztést, de a szülő vagy valami miatt meghiúsul, és egyéb más mozgásfejlesztés sem vesz fel a gyermek, természetesen ugye itt egy mozgáskorlátozott gyermekről beszélünk, nagyon sokat veszíthet. Ugye eleve a mozgás korlátozottsága miatt rengeteg minden, amit mozgáson keresztül tapasztal meg a gyermek, az ennél a gyermeknél kimarad. Rengeteg olyan testi tünet lehet később, ami akár fájdalomhoz vezethet, hogyha nincs átmozgatva mondjuk hetente, nem alakul ki a fogás, akár a nagy mozgások területén mászás,
Ugye a mozgásos tapasztalatszerzés, a szocializáció mozgáson keresztül, ezek mind-mind kimaradnak, és hát ezzel a gyermek rengeteget veszít. Köszönöm szépen a nézőink figyelmét! Ha további kérdések merülnek fel a témával kapcsolatban, akkor kérem tegyék fel a komment szekcióban. Viszontlátásra!